Újabb 12 ellenzékit vettek őrizetbe Fehér Oroszországban, jelentették civil jogvédők. Az aktivistákat hatóság elleni erőszakkal és garázdasággal gyanúsítják. Idén július 14-én és 15-én tömegtüntetéseket tartottak Minskben és az ország más nagyobb településein is. A demonstrálók azért vonultak utcára, mert az ország választási bizottsága nem volt hajlandó nyilvántartásba venni két népszerű elnökjelöltet, Valerij Cepkalót és Viktor Babarikót. Támogatóik most összefogtak Svetlana Tikanovszkaja követőivel. Egyetlen célunk van megdönteni a mostani rezsimet. Úgy gondoljuk, a hatalom nem hagyott számunkra más lehetőséget, amikor ellehetetlenítették Viktor Babariko és Valeri Cepkalo indulását. Világos, hogy Fehér Oroszországban már nem lehet visszafordítani az eseményeket, mondta Babarikó kampánykoordinátora. Svetlana Tikhanovskaya azt ígérte, megválasztása után fél éven belül új, demokratikus választásokat ír ki. Az általa tartott rendezvényeken akkora tömegek jelentek meg, amekorát évek óta nem láttak az országban. Még korábban az ellenzék hagyományosan egy szűk körből állt, most egy aláíró forradalmat láttunk. Júniusban az emberek kilométeres hosszúságú sorogon álltak, hogy aláírásukkal támogathassák az ellenzéki jelölteket. Az emberek spontán szolidaritási láncokat alakítottak babarikó letartóztatása után. Az emberek felébredtek, és már azok is politizálnak, akik eddig nem foglalkoztak a közügyekkel, mondta Alexander Klaskovsky politikai jellemző. A fehér orosz elnök választásokat augusztus 9-ére írták ki. A jelenlegi vezető, Alexander Lukasenka azzal vádolja ellenfeleit, hogy a választási kampány örve alatt külföldi segítséggel próbálják destabilizálni az országot.